Köszöntöm Önöket Mezőbeli Város Önkormányzati Képviselőtestülete ülésén, Mezőbeli Városság nyilvánításának 30. évfordulója tiszteletére és a Mezőbeli Város díszpolgára kitüntető címek átadására rendezett ünnepségünkön. Tisztelettel köszöntöm Krecsmáry Roland urat, Békés megyei kormányhivatal képviselőjét, aki megtisztelte ünnepülésünket. Énekeljük el együtt a himnuszt. Ekkor, amikor az estői arancú,
kifáradt már a lovas és a ló hazamegyek, ölébe vesz rajtát, az altat nyújtta hangzik rajtát, hallgatom, és félállomban vagyok már.
Köszönjük Gozárek Krisztián zongoraművésznek, Ulyás Attilának, a Jókai Színház művészének és a Mezőverény Város Ifjúsági Fogószenekar a tagjainak, Mikula Fanninak, Frey Annának és Halász Valériának az előadást, mely mutatja, hogy városunk lakói méltán lehetnek büszkék a mezőberényi, a mezőberényből elszármazott és a városhoz kötődő fiatalokra, akik kiváló eredményeket érnek el, öregítik városunk hírnevét és hirdetik sokszínűségét, kulturális gazdagságát. Köszönjük nekik! Tisztelt vendégeink! Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete megalkotta a helyi elismerések rendeletét, melyben a kiemelt tevékenységet végző munkáját ismerik el. A májusi testületi döntés alapján ez évben két kiemelkedő munkát végző személy leheti át a városi tüntetését. Megkérem Siklós István urat, Mezőberény Város polgármesterét, tartsa meg ünnepi köszöntőjét és ismertesse a testület döntését. Tisztelt ünnepeltek és ünneplők, kedves vendégeink! Mezőbeli Város Önkormányzata nevében ünnepi testületülésünk alkalmával nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. A mai napon nem csak Magyarország életében meghatározó eseményről, az államalapításról kívánunk megemlékezni, hanem Mezőbeli életében jelentős elismerést hozó 30 évvel ezelőtt történtekről is. Mint már elhangzott, 1989. március 1-én kell az az okirat, amely a település városán nyilvánította és rögzítette, hogy ezentúl Mezőbeli város megilletik mindazok a jogok, amelyeket Magyarország törvényei a városok részére biztosítanak. Ez az okirat akkor jelentős többletjogokat adott a közösségi léthez, ahhoz, amit korábban a községek élhettek meg, többek között pénzügyi forrásokhoz való hozzájárulásban is. Mint semmi, így a városi rang elnyerése sincs előzmények nélkül. Információm szerint már az 1960-as évek elejétől álmodtak a településen ennek a címnek a megszerzéséről. De nem csak álmodtak, hanem tettek is. Alapint infrastruktúrát építettek, villany, vízvezetékrendszer készült, lerakták a szennyvízhálózat alapjait a gerincvezeték megépítésével, és egy szennyvízszívó telep is megépült. Kiváló emberek gondoskodtak és tettek az egészségügyi helyzetének javításáért. Az urbanizáció felgyorsítása érdekében a kultúra és az oktatás területén is lépett a vezetőség, többek között gimnáziumot alapítottak, ha úgy tetszik, újraindítottak az 1800-as évek elejé evangélikus iskola útjaként. Lakásokat építettek, városképet formáltak. De a 60-as évektől még nagyon hosszú volt az út, amely a cím elnyeréséhez vezetett. Főként a jogszabályi környezet szabott gátat a törekvéseknek. 1974-től szigorú szabályozás részletesen deklarált feltételek mentén lehetett városra nyilvánítani egy település. A megyei tanácsok nyújthatták be a kérelmet az elnöki tanácshoz, de a legfontosabb kritérium legalább 8000-es lakosságszám és minimum 30000-es mozgás körzet volt. Ez a rendelkezés sok kritikát kapott nem csak a települések részéről, de főleg a tudományos szakma részéről. Azt kritizálták, hogy a szabályozás nem vette figyelembe a települések egyéni sajátosságait, a létszámoktól független fejlettséget, az ott lakó emberek törekvéseit, életszínvonalát és számtalan olyan dolgot, ami egy település városa ember. Az idők során sok szakember mondott véleményt a város kritériumairól, fogalmazott meg definíciót. Hozzám legközelebb Magyari Zoltán 1940-ben írt 60-ban összefoglalt vélemény állt. 1. Nagy létszám, 2. Lüktető élet, gazdaság, ipar, szépség, kultúra, 3. Foglalkozás szerinti heterogén összetétel, 4. A községektől eltérő morfológiai arcolat és életszínvonal, 5. Az elért eredményeken és saját forrásaink nyújtó függetlenségi tudat, szellemi önállóság, lendület, és a 6. Önálló egyéniség. A Magyari Zoltán által megfogalmazott kritériumok már a 20. században jellemzők voltak Mezőberényre. Mégis hosszú utat kellett megtenni az oklevél aláírásáig, átvételéig.
jogszabályi lehetőséget a változást egy 1983-as évjel számú irányelv hozta meg, ami gyakorlatilag 1990-ig érvényben volt. Ezt tette lehetővé hivatalosan is, mezőbeli számára a pályázat beadását a cím elnyerésére. A pályázat megtekinthető ma is, és abból lehet pontosan képet kapni arról, mit kellett teljesíteni mezőberének a pozitív döntéshez. Hiába volt meg minden feltétel a településünkön ahhoz, hogy a címet használhassuk, rengeteg munkát tettek hozzá a rangért folytatott harcot az akkori vezetők és segítőik, például a mezőberényből elszármazott lokálpatrióták. Tudományos munkák többek között a mezőberény 75-ös monográfiájára, a mezőberény a helyét kereső kisváros könyvek, és mindenen túlmenően lobby tevékenység is szükséges volt ahhoz, hogy a döntéshozók elismerjék a település, az itt élő emberek törekvései, az önerőből elért eredménye, a városi léphez szükséges alapinfrastruktúra, a nevelési, oktatási, egészségügyi rendszer kiépítettsége, a szolgáltatások színvonala alapján jár a megtisztelő címezőben. Mit profitált mezőverén a városi rangból? Be kell hallani, hogy a vállalkozásnak eltérően kevés előjog maradt a rendszerváltás után, főleg a nagyon vágyott többlet forrás támogatás maradt el. Azonban mégis komoly hozadéka volt a cím adományozásnak. Nem érhet ugyanis pénzben az a büszkeség, ami a mezőverényi embereknek megadatott. És az a lendület sem, ami ettől a büszkeségtől fűtve jellemezte a város fejlődését, a rangi elnyerését követően, és jellemzi ma is. Közel 100%-os a gázhálózat és a szilárd burkolattal rendelkező utak aránya. 75% feletti a szennyvíz lefedettség. A mindenkori pályázati lehetőségek kihasználásával számtalanul önkormányzati, céges és magánépület nőtt ki szinte a semmiből. Ipari területtel bővült a város, ezzel a munkahelyteremtés feltétele javultak. Kerékpárutak épültek. A vállalkozások folyamatosan erősödnek. Természeti környezetünk javításai érdekében erdősítés volt, és más zöldítések is megvalósultak például a városközpontban. Ma már a mobil telefon korában elavult, sőt talán megmosolyogtató az az önerős, vezetékes telefonhálózat fejlesztés és sok minden más, ami jellemezte az emberi tenni akarását. Azt gondolom, hogy ezen a ponton lehetne sorolni a neveket, akik a városávállásért dolgoztak, azonban biztosan maradnak olyan személyek, akik megérdemelnék a nevük említését, hiszen gyakorlatilag az egész város lett azért, hogy mezőbeli fejlődjön, és ezzel kiérdemelje a városi rangot. Többen most is jelen vannak az akkor tevékenyen dolgozó személyek közül. Például Zolnai László, Magyar Pál, Nagy Ferenc, Németh Gyuláné, Üsi Lajos, Puskás Andrásné, Hoffmann Dániel. És elnézést kérek mindazoktól, akiketől a felsorolásban most kimaradtak, mert esetleg nem vettem észre őket. És persze sajnos sokan már nem lehetnek közöttünk. Közöttük egyetlen nevet említek, Szűs Lajosét, aki a település vezetője volt a cím elnyerésekor, valamint az azt megelőző közel másfél évtizedben. Tisztelettel és elismeréssel adózunk teljesítményünknek, emlékünknek. Tudjuk, látjuk, remélem önök is, mezőbeli folyamatosan fejlődik. Az itt élő emberek igényessége, felelősségtudata, városért dolgozó civiljei egyedévé teszik a települést, miként az újratelepítés követő 300 éves története során mindig is különleges színfoltja volt városunk, Békés megyén. Hol a három nemzetiségű lét különbözőségeiből adódó vetélkedés, hol a városért történő összefogást említette, és reményeink szerint a jövőben is említi a fejlődés utánnak a mezőbeliét. Hölgyeim és uraim! Augusztus 20-a államalapító Szent István királynak ünnepe, állami és nemzeti ünnep. Uralkodása idején első István még augusztus 15-ét nagy boldogasszony napját avatta ünnepé, ekkora hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Az ünnepi dátum 1083-ban került augusztus 20-ára, amikor ezen a napon oltára emelték első István relikviái a Székesfehérvári Bazilikában,
ami szentélyavadásával való egyenértékű. A nemzeti ünnepen az államalapítás első István király szentélyavadását, valamint az aratás végét is ünnepeljük. Az augusztus 20-ai ünnep kihagyhatatlan része kenyérándás. A nemzeti színű szalaggal átkötött, frissen sütött kenyeret először ünnepélyesen megszentelik, majd felszelik, és végül szétosztják a darabjait. A hagyomány szerint az aratás után Szent István napján sütötték az új búzából készült első kenyeret. Hazánkban mára már szimbolikussá vált az augusztusi ünnep, mert minden az eredet egyértelmű, de a hozzákapcsolódó sok-sok helyi megemlékezés, színes program, a néha karneválán növekvő sokszínű forgatag és hangulat, elsősorban a kikapcsolódás, a szórakozás lehetőségét teremti meg a mindennapok munkája után a rendőrök számára. Tesőberényben is jellemző ez a sokszínűség, hiszen az ünnepre szép számmal kapcsolódnak események. A kimondottan szórakoztató programok mellett mélyebb tartalmat hordozók is vannak. Így a korábban említett városá válás 30. évfordulója alkalmából rendezett értékkiállítás ezek közé tartozik. Ebben a fekvő tartalmakat hordozó, de szórakozásra tárteret engedő körbe beleillik hagyományos ünnepi testületülésünk, amelyik méltó keretet ad az államalapításról való megemlékezésnek és az elismerések átadásának is. Tisztelt ünneplők! Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Mezőverény város kitüntetettjeit, díjazottjait, a Mezőverény városi kitüntetésért, illetve a Mezőverény város kispolgárat cím, valamint az ágazati elismerése körünkben megjelent tulajdonosait. Egyben köszönöm, hogy meghívásunknak elegettével emelik rendezvényünk rangját. Kedves mezőverényiek! Mi mezőverényiek szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert abból adott számunkra a legtöbb, ami talán a legfontosabb, városát szerető, példamutató személyiségekből. Ugyanakkor is találunk szép számmal, akiket az élet ugyan más településekre kormányzott, mégsem szüntek meg verényének lenni, akiknek szellemisége itthon és külföldön teszi és hirdeti mindazt, amit úgy hívunk eredmény, teljesítmény, minőség, emberség és példa. Ma újabb két jeles férfi munkásságának elismerésére kerül sor. És bár az élet más-más területén tevékenykednek, egyikük az igazán kézzelfogható építészet, másikuk a tudomány területén, mégis van, ami összekapcsolja őket, a mezőverényhez kötődik. Mind a ketten a saját lehetőségei keretein belül vállalják a városunk értékeit, sőt azok elakítását is. Ismerik az itt élő emberek alkotói tenni akarását, és viszik mondjék a mezőverények minőségi munkáját. Hölgyeim és uraim! Mindig jó eső érzés ünnepelni és öröm elismerések átadásán részt venni. Megtisztelni egy-egy elismerésre méltó személy jelenlétünkkel. Különösen öröm számomra az, hogy évről évre van olyan személy, aki munkájával, emberi magatartásával, szakmai teljesítményével gazdagítja a város értékeit, méltó arra, hogy a város nevében az önkormányzat erkölcsi megbecsülésként magas elismerésben részesítse. 2013-tól eddig 10 személynek adtuk át a Mezőverényi Város díszpolgára címet. Sorrendben dr. Bak Mihály onkológus, dr. Schmidt András mérnökkutató, Bájer Mihály diplomata, dr. Schmidt Péter alkotmányjogász, dr. Erdész Ádám levéltárigazgató, Iványi Dalma sportoló, Perényi János átszármazottak patronusa, Otto Lóle testvérvárosa klónak kapcsolattartója, Szabó Benyámin, az első paksi atomerő kormánybiztosa, és a tavalyi évben Várkonyi János testvérvésze. Mindannyian szakmájukban és azon túl is elismert emberek. Van közöttük tudós, orvos, űrkutató, jogász, kutató, mezőgazdász, sportoló, a testvérváros képviselője, művész is, de mindegyikre sokkal nagybetűre véli, vagy ember. Az idei évben egy városkép alakító és egy a városá válás tudományos munkával segítő személyen adhatjuk át az elismerést. Tisztelt ünneplők! A képviselő testület Mezőverényi Város Közpolgára elismeréseket
4/2013 számú rendelet alapján adományozza. Az adományozásról a képviselőtestület határozatban dönt, melyet az idén 209 és 210/2019 számú határozatban rögzített. Megtiszteltetés számomra, hogy az idei évben Mennyhó János építésznek, városunk főépítészének és Szabó Ferenc történész, levéltárosnak, muzeológusnak és még sorolhatnám, a mezővei monográfia szerkesztőjének adhatjuk át az elismerést. Kérem, hallgassák meg az elismerést, dr. Szabó Ferenc Orosházak született 1935-ben. A Szegedi Egyetemen szerzett diplomát magyar történelem szakon, majd 1961-ben néprajzból egyetemi doktori címet kapott. Pályáját tanárként a Szarvasi Gimnáziumban kezdte, majd 5 évig a Szegedi Állami Levéltárban dolgozott, miközben Budapesten megszerezte a levéltárosi képesítést. 1965-ben a Gyulai Állami Levéltár, a Békés megyei levéltár igazgatójává nevezték ki, majd a Békés megyei múzeumi szervezet igazgatójaként dolgozott. Mint a Békés megyei levéltár igazgatója végezte, akkor még az országban is úttörő munkának számító a kétkötetes mezővei monográfia szerkesztői, illetve egyik fejezetének szerzői feladatai, és ezzel részt vett mezőbeli városság nyilvánításának a történettudomány oldaláról való tudományos megalapozásával. Tevékeny részese volt a városság nyilvánítási kérelem megfogalmazásának. Jelentős szerepe volt a német képtanítási nyelvű gimnáziumi oktatási program engedélyeztetésében, megindításában. Többek emlékezete szerint ő volt az ötletgazda. Ez gyakorlatilag egybeesett a település városán nyilvánításával. Rendszeresen előadásokat tartott a település történetéről, mezőbeli múltjáról. Mint a Békés megyei múzeumok igazgatója, közreműködött a Henszelős hagyaték átvételében, az Ollai Petri Csoma gyűjtemény szakmai kialakításában, berendezésében, elismertetésében és múzeumként való megnyitásában. Mezőbeli kiadványok dr. Bak Mihály és Bartóki József könyveinek patrónusa. Az általa szerkesztett sorozatokban mezőbelényi témájú dolgozatok megíratását szorgalmazta, és többek között Henc Lajos és Irányi István írásainak közzétételét támogatta. Békés és Csongrád megyei város és község monográfiák szervezése és írása mellett 24 éven át volt a Békési Élet című tudományos és közművelődési folyóirat felelős szerkesztője, kiadványsorozatok gondozója. A Délalföldi Évszázadok című sorozat elindítója, illetve támogatója az Oltvai Ferenc díj létrejöttének. Tagja volt életén a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának, a Magyar Történelmi Társulat igazgató választmányának, a TIG Országos Történelmi Választmányának, és tagja a Szegedi Akadémiai Bizottság Magyar Történelmi Munkabizottságának. Munkásságát számos elismerés kísérte. Átvehette a Mezőbelényiek emlékérmet, kiváló népművelő címet kapott. A Szabó Ervin emlékérem és az irodalomtörténeti Toldi Ferenc díj tulajdonosa. Kiérdemelte a Békés megyéért kitüntetést, és 1995-ben átvehette a Magyar Köztársaság érdemben tiszti keresztjét is. Sokszor elhangzik, hogy a múlt valós ismerete nélkül jelenünkben nincsenek véletlenül. Dr. Szabó Ferenc munkássága ezeket a fogódzókat adja a jelennek és a jövőnek. Most megkérem Siklós István urat, Mezőbeli város polgármester, és Szekeres József Béla polgármester asszonyt mutatja át. Valamint Mezőbelény jó hírnevének öregítése után a
városságnyilvánítás 30. évfordulójára emlékezve, Mezőberényváros önkormányzati képviselőtestülete, a város lakóinak tisztelete és nagyra becsülése kifejezéseként, erkölcsi elismerésként a 2019. évben Mezőberényváros díszpolgára kitüntető címet adományoz dr. Szabó Ferenc. Kérem, fogadja nagy szeretettel Gulyás Attila előadásában Pinszki János gondolatait az alászatról, és Rozsáre Krisztián ez alkalomra írt az zongoratját. Az alászat az igazi tudás és az igazi megismerés kapuja. Minden nap, minden valódi erkölcs és szellemi erőfeszítés előfeltétele. Már a dolgok természetéből fakad, hogy aki feladatán elmélyül, megfeledkezik önmagáról. A hiúság, az önzés, az érdek nem csak erkölcsi rossz, de szellemi akadály is, és nem egy kitűnő alkotást fosztott meg attól hiú tökéje, hogy valóban közkincs, alkotatlan alkotás legyen. A nyelv a kollektív ősi bölcsességével tud erről. A magyar például így mondja, eszembe jutott, nem kitaláltam, mert az kevesebb. Hirtelen eszembe jutott. Az igazi felismerések kivétel nélkül így születnek. Nyelvünkben rejlő ősi tudásunk arról tanúskodik, hogy bármi, amit alkotunk, lényegesen személytelenebb valami, mint azt hisszük. Sőt, igazi tudásunk ott kezdődik azon a határon, ahol a személyiségünk áttér a személytelenbe. A jó művészek mindig vallották, hogy az alkotás az igazi kreáció mennyisége egybeesik a véletlen. Egy kitűnő szokrászom mesélte, hogy egyszer az út mellett heverő különös kődarabra talált. Ez az én legjobb szobrom, mondotta a felismerés ámulatában, amint a követ a kezébe emelte. És meg is mutatta a szobrot, amin egyetlen karcolás sem végzett, a könnyen nyers, természetes burka alatt csodálatosan törékeny Madonna rejtezik karján a gyermekkel. Utánozhatatlan csoda. Egyszerre nyers kő, csak kő, és tökéletes szobor. És kétségtelenül annak az alkotása, aki rátalált és felismerte. De az is igaz, aki felismerte, és volt bátorságon magáénak vallani, az a saját szobraival meg azt tudja, hogy minél jobban, annál kevésbé az övé. Thank you.
Kérem, hallgassák meg Mezőbeli Város Önkormányzati Képviselőtestület döntése értelmében Metó János méltatását. Metó János 1945. október 10-én született Mezőbelében. Építész, városépítész, Békés megyei építészkamara alelnöke. Az általános iskolai tanulmányait Mezőbelében, a középiskolát Szegeden, az építőipari technikumban végezte. Építőmérnöki diplomáját a Műszaki Egyetemen Budapesten szerezte meg. Ugyancsak a Műszaki Egyetemen szerzett szakmérnöki diplomát kivitelező szakmérnök és városépítő szakmérnök szakmérnök. Mezőbelén abban a szerencsés helyzetben van, hogy nem csak ismerheti Metó János, hanem szoros szálakkal kapcsolódik a városépítészeti, városfejlesztési programjaihoz. Mezőbelén városrendezési terve is a nevéhez fűződik, de 2011 óta a város főépítészeként is szinte napi kapcsolatban áll a város vezetésével és a szakmával. A lokálpatriotizmus mozgatja tenni akarását. Városi főépítészként irányította, szervezte a településképi eszközök, a helyi építési szabályzat kidolgozásának munkálatait, az arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotását. Az apró tevékenységekben is a rövid időn belül készíti el az anyagokat, így a településképi véleményezéseket, vagy éppen egy buszmegálló megtervezését. Több mint 4 évtizede foglalkozik Békés megye és Békés Csaba épített örökségének kutatásával, helyreállításával, az épített környezetvédelmével. Elismert építészeti, városépítészeti tevékenysége egyaránt elkötelezett városvédő szerveségét bizonyítja. Megvalósult tervei közül legismertebb a Lőkösházi Vásárhelyi Béla Kastély műemléki helyreállítása, rekonstrukciója. De szélesebb közönség előtt szintén ismert munkája a Békés Csabai Tudásház és Könyvtár épületének emeletállítása. Fontosabb épülettervezései között tartják számon a mezőbelégi református idősek otthona épületét is. A város tervezések között említendő Kondoros, Köröskarcsa, Doboz, Békés városközpontja, valamint mezőbeli rendezési tervei. A városvédő műemlékes rendezvények aktív résztvevője, támogatója. Rendszeresen végzi a Békés megyei származású egyetemi hallgató diplomamunkáinak külső konzulensi és okkonensi tevékenységét, fontos számára a szakma oktatása. Munkája elismeréséül számtalan kitüntetést vehetett át. Az Építéstudományi Egyesület Békés megyei csoportjának tagjaként, majd vezetőségi tagjaként 47 éve tevékenykedik. Ez irányú munkáját érdemére és Alpár Gimnáziumi kitüntetéssel ismerték el. A Békés megyei Építészkamara alapító tagja, első elnöke, majd alelnöke. A Magyar Építészkamara felügyelő bizottsági tagja volt. A Békés megyei Építészkamara által alapított megyei építészeti alkotói díjat 2011-ben középület kategóriában a Békés Csabai közgazdasági szakközépiskola tervezéséért, 2014-ben műemlék kategóriában a Lőkösházi Vásárhelyi Béla Kastély műemléki rekonstrukciós tervezéséért nyert el. 2018-ban életmű díjban részesült. A műemlékvédelem terén végzett munkájáért 2017-ben Podmanicki díjat vehetett. Tevékenysége sokoldalú, sokszínű, és példája annak, hogy az építész mindenhol építhet. Beleszerethet egy településbe, és sokat, nagyon sokat tehet érte. Metó Jánosról elmutató mindezt. Most megkérem a polgármesteret, és akkor nem tudom, hogy a tiszteletre és nagyra becsülése kifejezéseként erkölcsi elismerését.
Tanulmányának az Élet szép, az Élet minden című részletet, a Lindrómi Falári című műzikát. Bár elég régen találkoztunk, de
mindig nagyra becsültem. Egyáltalán szeretem a műszaki területen mozgó és tenni akaró alkotó értelmiségnek a tagjét, legyenek azok építészek, vízügyesek, és így tovább. A hozzám hasonló bölcsészeknek, történészeknek mindig van tanulni való is tőlük. Ezt nyugodtan időnként aztán tudunk is segíteni nekünk. Úgyhogy külön öröm az általános örömben, hogy együtt kaphatunk meg ezt a szép címet és elismerést. Nagyon meghatott részvevője voltam annak idején a városra alakító, hát én nyilván a közülés volt a művelődési központban, nagyon jól emlékszem, és itt hadd szenteljek csak egy-két mondatot, hogy a mezőgerényiek legyenek büszkék arra, hogy hasonló szellemiségű város nagyon kevés van. Tehát ez megmutatkozik a kiegyensúlyozottságban, megmutatkozik az emberségben, nagyon megmutatkozik, és ezt szakmai oldalról is nyugodtan mondhatom, a önismeretnek a magas fokára. Kérem szépen, sokkal nagyobb települések hírül nincsenek ott, ahol mezőgerény történetének, néprajzának, egyáltalán a település fejlődésének az ismertetésében itt tartanának, ahol mezőgerény tart. És én nagy örömmel hallottam a polgármester úrtól, hogy hát tervezik egy szép kerek gyűrömre mindenek folytatását. Azt hiszem, hogy ez a mezőbeli tudat, ez olyan erő, hogy magában sodorja azokat is, akik ide kerülnek, vagy a várossal kapcsolatban jutnak, és nem tudja, nem is akarja persze az ember kivonni a hatást alól önmagát. Most egész egyszerűen túlzásnak tűnik, de én saját kis egyéni emlékem, hogy kiszámoltam, hogy 1969-ben, ami hát akármi foglalkozik, kerek évforduló, 50 éve keresett fel engem Sikolosi Ferenc akkori mezőgerényi tanácselnök. Hozzá hasonló, nem sok volt Békés-megyében, nem kell mondanom, de a széles látók, a valóban lakosságért, a településért élő küzdők vezető ember volt, de egyébként is hát szerencsés volt ez a megvédelény, hát van egy szoktunk ki, de így van. Szerencsés volt. Hát amióta én a mezőgerényi vezetést ismerem, itt mindig nagyon-nagyon szerencsés kiválasztás történt. De ez valahogy ezt kívánja meg a közvélemény. Ez benne van az emberek gondolkodásában. Őrizzék meg ezt a gondolkodást, mert ez viszi előre voltak éppen igazán mezőgerény. No, a másik, amit hangsúlyozni szeretnék, a elszámolókkal való csodálatos kapcsolattartás. Akik a maguk területén, szakterületén kihol van, nagyon-nagyon sok
segítséget tudnak és tudtak is adni. Úgyhogy ez egy nagy erőssége. Néhány városra vannak hasonló szerveződések, de én a mezőkben egyik tartom a legjobbnak és legerősebbnek. Végül engedjék meg, hogy megemlítsek még valakit, akinek a városá alakítása, városá alakulás kiharcolásában, mert Medőberénynek meg kellett harcolni azért, amit utána néhány év múlva már könnyedében adtak. Itt meg kellett harcolni keményen. Ez meg is történt. Ennek a szakszerű alátámasztása a kérelemnek, hát történetileg meg egy-két dolgba próbálkoztunk, ugye többen magam is, de volt egy kiváló földrajztudós, akkor Békés Csabán, Dók József, a Pécsi Egyetem későbbi rektora, egyetemi tanár, tanszékvezető, kiváló szakember volt, hát neki a település fejlesztési oldalról és egyáltalán a konkrét megközelítés dolgában kiemelkedő rangos érdemei voltak. Úgyhogy a Medőberény, a helyét kereső kisváros színű nagyon-nagyon fontos könyv, kevés városinó volt, meg úgy, hogy ő valójában jogosult a városi címre, Medőberény kidolgozta. Tehát itt a kutatás, a tudomány és a valóságos élet közélet a vezetés között olyan szoros megértés, egymás segítő kapcsolat volt és van, hitem szerint, ami hát én szintén példás. És én legalábbis úgy éreztem, biztosan így is van, hogy itt nem tapasztaltam ilyen csoportokra szakadást, meg furkálást, meg ami jó néhány településnek a mindennapjait megrontja, és a cselekvő erőt visszafogja. Ezt is őrizzék meg, ezt a szellemiséget. Nagy erő, nagyon fontos. És nem is lehet mesterségesen megteremteni, elrendelni, ezt az emberek érzik és gyakorolják. Úgyhogy ebből az alkalomból, hogy 30 éve város Medőberény, hát engedjék, hogy egyfelől gratuláljak, és nagyon-nagyon szép jövőt kívánjak Medőbereinek, Medőberény minden lakosának, barátaimnak, ismerőseimnek, és hát ugye már koromhoz indik, hogy az ember eszébe jusson, néha-néha a több évtizeddel ezelőtti időszak, és akkor fölbukkannak, fölrémlenek olyan kitűnő emberek, akiknek a nevét ismerhetik csak a ma élők, de hát bocsánat, kérek, hogy a bácsinak nevezem őket, de így kívánták. Hát Bak Miska bácsi, a kitűnő orvos, egy második Luxi akar, azt mondtam neki annak idején. Ugye egy korszakalkotó volt a maga mondján, és nagyon értékű dolgokat is leírt. Nem, vagy Herz Lajos bácsi. Ezek mind azt hívták, hogy bácsizat őket, hát nem tudom másképpen mondani. Úgyhogy aki csodálatos néprajzi gyűjtést és földolgozást csinál, és igazi öröm volt közölni az ő dolgait, többek között, meg hát már szép is.
Úgyhogy még további arcokat bőven magam előtt látok és föl tudnám elevejteni. Külön örülök azoknak, akik még élnek és akikkel együtt dolgozhatunk. Hát azért ez az utolsó gondolatom. Ugye a 23 szerzővel munkaközösségként egybefogott Vevőperény Monográfia munkaközösséget. Kérem szépen, de esünk túlzárva, ilyen ma nincs. Ilyen ma nincs. És nem a anyagiak vezették a részvevőket, hanem az, hogy a lakóhelyükről, szülőhelyükről fontos dolgokat megörökítsenek, és a következő nemzetéknek megmondják. Úgyhogy sok öröm fűzött és fűz Vevőperényhez. Hát a magam módján, amiben még képes vagyok, vagy tudok, szívesen próbálok segíteni ezután is. De még egyszer köszönöm az érkezést. Az idei első díjazottunk, amúgy a Mezőbelényi díszpolgári cím elnyeréséről van szó, egy olyan személy, akit én magam is nagyon nagyra becsülök. Szerintem generációk használták fel a szakdolgozatukban, vagy akármilyen más munkájukban azt az ön által szerkesztett Mezőbelényi monográfiát, mert azt gondolom, hogy hát igencsak oda feltette a lécet a ön utánjövőknek, hiszen nem semmilyen munkáról volt szó. És hát gondolom, hogy ez is benne volt a díszpolgári címben. Ön hogy érzi? Hát örülök, hogyha így látja, és amit annak idején 23 főből álló munkaközösséggel megalkottunk, annak megvan a forgatottsága, és öröklődik. Mind a mellett hozzá kell tenni, hogy egy monográfia se örök időkre szól, hanem újabb és újabb dolgok merülnek föl, de hát remélem, hogy a utódok ezt nagyon szépen hasznosítani fogják. Hát nem egyéni büszkélkedés, de el kell mondanom, hogy annak idején országosan figyelmet keltett a Mezőberényi monográfia, aminek a következménye volt, hogy nem kevesebb, mint 19 szakfeliratokban és nívósabb napilapokban megjelent ismertetés foglalkozott vele, és hát itt pontosan ebben a díszteremben, közgyűlési teremben tartottunk egy értékelő konferenciát is, ahol a magyar történettudomány és a néprajztudomány kiváló emberei mondták el a véleményüket a monográfiáról. A maga idejében ez, hát nem akarok túlzásba esni, egy kicsit úttörő volt, és hát Hajdú, Bihar megye, pontosabban a hajdúvárosok, meg részben Csongrád megye csinált és vitt véghez hasonló munkákat, de egy picit mi időben megelőztük őket. És hát ez Mezőberénynek az érdeme, meg Mezőberény akkori vezetésének az érdeme. Siklósi Ferenc tanácselnök, akivel jó barátságba kerültem, és nagy tisztelője vagyok, sajnos, hogy már nincs az élők között, de hát olyan szellemi szervező erőt is ki tudott fejteni, mindig megkérdezve, megbeszélve, hogy mire van szükségünk. Tehát nagyon-nagyon ritka dolog, hogy az önkormányzat, az igazgatás és a
tudományos kutatás ilyen helyzetbe kerüljön, ilyen előnyös helyzetbe kerüljön. Na, hozzáteszem még Mezőberény dicsőségére, nyugodtan mondhatom azt is, hogy a munkaközösség tagjai között egészen szép számmal voltak olyan mezőberényiek, akik itt élnek, itt laktak akkor is, és érdemleges, nagyon-nagyon is rangos tanulmányokat írtak meg. Aztán hát túl tudtuk küzdeni magunkat azon a nehézségen is, hogy a mezőberényi szlovákságnak és a németeknek a néprajzi, nyelvi hagyományait hozzáértő, a nyelvet jól ismerő szerzőkkel írassuk meg. Úgyhogy ebben a tekintetben, ha szabad így mondanom, külön büszkeségem, hogy sikerült, azóta már sajnos nem él senki közülük, megnyerni olyan szerzőket, akik ennek a követelménynek eleget tudtak tenni. Ennek volt az eredménye, hogy a postahivatal akkori vezetője mondta nekem, hogy mikor megjelent a monográfia, akkor viszonylag rövid időn belül karácsonyi ajándékként több mint 100-at küldtek ki külföldre, a mezőberényiek, a kint élő, akár Németországban, akár Szlovákiában élő rokonok örömére és ajándékozására. Tehát akkoriban ez egy nagy közös cél volt. Említette is egyébként itt az ünnepi beszédében, igen, hogy valahogy a város úgy összefogott egy emberként emögé, és hát talán ez ma már nem teljesen van így, de az biztos, hogy ez végül is amiatt is íródott meg, nem, hogy a város nyilvánítást elérjük. Tehát ez is része volt, úgymond a munkának. Igen. A monográfia megalkotásának, a szükségességének egyáltalán a gondolata az a helyiekben fogalmazódott meg, és ezt a helyi vezetés, akkori vezetés az fölismerte, tudta, valahogy együtt gondolkodtak az emberek, és hát aztán volt egy olyan szándék is, hogy én úgy éreztem, hogy egy kicsit, ugye, vagy talán nem is kicsit, Mezőberény egy kicsit elnyomott település volt 945 után, ha részint a kitelepítések, meg sok minden más miatt. Ebből következett, hogy úgy érezték az emberek, hogy helyre kell állítani a saját becsületüket és önbecsülésüket, és ehhez ismerni kell önmagukat, a múltjukat, a hagyományaikat, és hát minden olyat, ami előre mutató. De volt olyan egyébként, ami mondjuk kimaradt, mert kim kellett, hogy maradjon, nem maradhatott úgymond az eredetibe? Hát végső fokon ilyen beleszólás voltak éppen nem volt, de egyszerűen nem volt szokás. Tehát például számtalan említés van a monográfiában a mezőberényi egyházakról, de kifejezett egyháztörténeti fejezetet nem írtunk. Hát azok többrétű. Ez is egy pótlandó, meg történt is ebbe lépés már, úgyhogy ugyanakkor meg voltak olyan fejezeteink, amik témájában, meg módszertanában abszolút újnak számítottak. Hát ilyen demográfiai fejezet volt például, akkor
óriási anyakönyvi kutatás alapján, de az is, hogy sporttörténeti fejezete van a monográfiának. Aztán hát arról nem beszélve, hogy a táj nyelvi jellegét a Mezőperényben korábban, hát most is még talán van valami nyoma, de korábban beszélt német és szlovák nyelvi kincset, fordulatokat sikerült visszaadnunk. Végeredményben két gyulai szerző volt ennek a letéteményese. Ma nem tudom, hogy foglalkozik-e még valaki ezzel, de ennyi év után már nem is lehetne hozzáférni azokhoz az idős emberekhez, akik még ezt tudták és föl tudták idézni. Hát ezért mondom én azt, hogy ez egy korszakalkotó mű, és hát a mai napig is használjuk, mondom, szakdolgozatokban. Nem egyszer látom, hogy ott van hivatkozásként. Ha engedjen, mű meg egy fontos kérdés, hogy milyen érzésekkel vett át egyébként most az elismerést? Meghatódva, meg kell mondanom, nem is titkoltam. Ugye, hát 24 éve vagyok nyugdíjban, az utóbbi években már egészségi állapotom nem tette lehetővé, hogy különösebben mozogjak. A kapcsolatot azért tartottuk Berényiekkel. Nagyon-nagyon jó érzés, nagyon jó. A második szülővárosomnak tekintem Berényt, nem azért, mert ez a második díszpolgárságom, de tényleg annyira hozzá nőttem voltak éppen talán a berényi gondolkodáshoz is, aminek néhány mozzanatát próbáltam kiemelni az előbb elmondottakba. Óriási erősség, ahogy a mai viszonyokat látom, ugye a ellentét kelt és fúrás az nem ritka, és hát megrontja a településeknek nem csak általában az életét, a cselekvő képességét is. Hát a bizonyos értelemben a vezetés cselekvő képességét is korlátozza. Ez tagadhatatlan. Példákat nem hozok. Mezőberény pozitív példáját viszont említem, mert úgy érzékelem, hogy nem mondom azt, hogy egy fikasznyi sincs ezekből a dolgokból itt, de nem meghatározó, nem befolyásolja igazából a közéletet, meg a városnak a haladását. Na minden esetre mi köszönjük szépen, hogy ezt a monográfiát nekünk összehozta, és a mai napig is mondom, értékben, hát, becsben tartjuk, és gratulálok az elismeréshez. Nagyon köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elmondom, tisztelt polgármesternek, tisztelt képviselőnknek, tisztelt jelenlévőknek, hogy elég meghatottam, de tisztességével állok itt. És azt a gondolatot voltak rám, amit szabadon ez a barátom érintett, hogy a identitás mezőberendőség ugyan érdemek és hogyan érteni ezt át. Hát először is a gyökerek. De a apai ágon szlovák család, anyai ágon magam is sváb család. Jönnék is olyan, hogy itt állapodnak elő, mezőben egy három nemzetiségű díszpolgár. Hát a kötődés gyakorlatilag gyerekkorban kezdődik. Fölemelői bennem a már valódi élet is. Az átlisor betűnetésre tanított Váci hanyagokat. Parkos Péter tanító, az idősebbet tudják. Kérlek a szó, akit a rengeteg minden, de a többé emberségén tanultunk kisgyerekkorban.
aztán is a tovább folytatásában olyan tanárnak voltak, hogy előtt irányít a jenei tanárnak, rajztanárnak, akkor gyakorlatilag győri tanárnak énekelőt előtt belőle. Garas tanárnak, szép magyar nyelvet, szépen magyarul beszélni, és sorolhat nem tovább. Hát az iskolai időnk, az még jót hagyok egy ideig életében, ehhez kapcsolódnak a barátok. Hiszen a barátság az már az iskolában kezdődik. Olajon is, hogy az Bakuska, ifjú Bakuska. Akkor mi voltunk a falu rosszai. És akkor is követő János, és lám, mire a környezet. Hát itt olyan dolgok voltak a fiatalosságunknak, máshol még föl sem említettek a kultúrban, betonai teák voltak. Igaz, amikor a 1960-as évek elején, akkor a rendőrség kivezetett. Tehát ezek az élmények mind meghatározók és mind ide kötik az embert és az identitás mutatót, az erősítik. De a család, a felmenőink, aztán a saját családok, mondják, hogy mindenhol keresd a nőt, minden ott áll egy háttérbe. Hát az én pályafutásom, ugye szerető társam, és munkám segítő részese, és állandó mondták, és árnyékos is mögöttem. Ő is mezőbelény egyébként, aki nem tudja. Gyerekeim mezőbelénybe születtek, igaz, hogy az van beírva, hogy mégiscsak a megvan a kórházba kellett menni szülni. De még benne mezőbelény. 29 évet laktam itt a fiatalságon, 29 évig, ami egy ember életében. És ezt nem is lehet kitörölni, se az emlékezetből, se a tudatból, se az érzésekből. Hát, örüljünk sokan együtt. Köszönöm szépen. Hát idején második díjazottunk, azt sem kell tulajdonképpen bemutatni senkinek, hiszen a városrendezési terv kapcsán annó még nagyon-nagyon régen készítettünk egy interjút, és hát emiatt aztán végül is olyan nagyon nincs is elszakadva a Mezőberintől, hiszen végül is emiatt találkozik a polgármester, illetve magával a testülettel és magával a várossal. És hát milyen érzésekkel vett át elsőként, hogy kérdezzem meg ezt az elismerést most? Hát egészen pontosan 15 éve készült a városrendezési terv, és 9. éve pedig főépítész vagyok Békés, vagy Mezőberénybe. Tehát a várostól nemhogy nem szakadtam el, hanem igen szoros kötelék, munkakapcsolat fűz a városhoz, és havonta kétszer-háromszor biztos itt töltöm a időmet a városházán. De ettől gondolom, ettől függetlenül azért hát meglepődött, amikor megtudta, hogy a díszpolgári címet elnyerte? Igen, én nem számítottam rá, nagyon, nagyon meglepődtem, de nagyon jól esett. Nem csodálom, az embernek azért, ahogy mondjam, a munkája elismeréseként, illetve a Mezőberényért és szolgálataiért való elismerés, az mindig úgy jól esik. Igen, hát azon kívül jól esett, büszkeséggel is tölt el, és itt amikor szót kaptunk, pont ezt az identitást próbáltam kidomborítani, hogy mitől igazán mezőberényi az, aki mezőberényi, mik azok a kötődések, a gyökerek, a környezet, a barátok, ami soha nem lehet elfelejteni, és ami meghatározza az ember életét, különösen fiatal korban. Egyébként önnek mit adott a mezőberényi légkör, hangulat? Olyan hihetetlen, hát nem is lehet ezt meg, tehát ez az identitás tudat, amit máshogy nem lehet megmagyarázni. Tehát az ide tartozás, a város mindenféle területéhez való kötődés. Hát én nem mondtam el azokat a dolgokat, amik fiatalkorban itt
tényleg meghatározták az ember életét, amikor rádiós magnóval a vállunkon flangáltunk a főtéren, amikor a Ötvös utca, Kossuth tér sarki presszóba töltöttük el a időnk nagy részét, már iskolai szünetről van szó. Igen. vagy a sózug, a körösparti kirándulások és a körösparti fürdőzések a barátokkal, barátnőkkel. Tehát ezek mind olyan meghatározó élmények, amelyek az ember identitását, ide kapcsolódását, tartozását erősítik. Itt hallhattuk azért a méltatásban az ön pályafutását. Hát nem tudom, hogy ilyen esetben az ember végig gondolja-e, de mire talán a legbüszkébb a hosszú évtizedek alatt elért munkája alapján? Hát, és most nem csak a városra értem. Igen, hát végül is, ami szakmai elismerést is kapott, az a Békés Csabai Közgazdasági Szakközépiskolának az iskola épülete. Az egy 5000 négyzetméteres elég nagy iskola a belvárosban, és azt sikerült abba a városi környezetbe úgy beleilleszteni, hogy mindenki azt mondja, aki látja, hogy hát ez mindig is itt volt, ez a ház. Tehát ez a lényeg az építészetnek, a környezetbe illeszkedés, a összhang megteremtése a utcaképpel, a városképpel. Tehát ez egy nagyon szép munkám volt. És hát a műemlékvédelem területén pedig a Lökösházi Bréda kastélynak a műemléki rekonstrukciója. A Bréda kastély az egy rom halmaz volt, arról le volt lopva a tető, a födém, minden ajtók, ablakok kilopva. Tehát az egy romos épület volt, és hát az lett belőle, ami lett hát egy nagyon közkedvelt és nagyon szép emléképület. Igen, az tényleg nagyon gyönyörű lett, de ha már egyszer itt vagyunk, nem bírom nem megkérdezni, hogy városrendezés. Hát ugye ez nekem is szívügye, mint hogy szerintem a legtöbb mezőberénynek. Miben látja a további fejlődés, ha már egyszer 30 éves évforduló, ugye a városrend nyilvánítás, mit lát a legfontosabb feladatoknak a város kapcsán, a városrendezés kapcsán? Hát a legfontosabb feladat a város kép megtartása mellett úgy beilleszteni a mai modern építészeti elemeket, mint ahogy említettem, mintha az örökké ott lett volna. Tehát ez egy hatalmas feladat a mai építészetnek, mert ha jól szétnézünk, akkor rengeteg fércmű épül meg, és rengeteg olyan oda nem illő épület, amire azt mondjuk, hogy modern, pedig nem is modern, csak divatos. Tehát a mai modern építészeti elemek beillesztése a hagyományos környezetbe, ez a mai építésznek a legfontosabb feladata. Na hát minden esetre próbáljuk akkor követni ezeket az instrukciókat, és gratulálom nagyon a szívből az elismeréshez. Köszönöm. Kedves új díszpolgárok! Nagy tisztelettel és szeretettel gratulálok az elismeréshez. Kérem, továbbra is kövessétek figyelemmel a városunk történéseit, jelezzétek ötleteiteket, jobbító javaslataitokat, számítunk rá. Kívánok jó egészséget, és még sok szakmai sikert magatok és mezőbeli dicsőségére. Köszönöm Terec úrnak és Pekó János úrnak további munkájának sok sikert és jó egészséget kívánok Mezőbeli Város önkormányzata és polgárai nevében. Vendégeinknek köszönjük, hogy megtisztelték mindenki testületi ülésünket, és részt vettek a díjátadón. Szeretettel várjuk Önöket Szent István nagy ünnepségünk további programjain is. Most köszönjük együtt!